Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp az indiai számítás szerint. Ez a felvétel most 3 napra szól, augusztus 4-ére, 5-ére és 6-ára, mert az energiamező nagyon hasonló. Az indiai asztrológiában vannak az úgynevezett jógák. Ezek kapcsolatok a nap, a hold és a bolygók között. De vannak más jógák is, mint például az ujjaink jógája. És most mutatok egy gyakorlatot. Ez segít abban, hogy eltávolodjanak negatív gondolatok, érzelmek, vagy olyan személyek, akik ártani akarnak nektek. Azon kívül segít ez az új jóga, hogy megtaláld a belső egyensúlyt, a belső nyugalmadat. A hüvelyk új, a középső új és a gyűrűs új így most egybe tartozik, így összenyomjuk. A kis új és a mutató új így kifele mutat. Ezt a gyakorlatot végezhetjük mindkét kezünkkel. Amikor belélegszünk, akkor így kicsit összenyomjuk a 3 ujjat. A hüvelyk ujjat, a középsőt és a gyűrűs ujjat. Amikor kilélegszünk, akkor nem kell elengedni, de azért lazítsunk ezen, hogy mind az, ami nyomaszt, eltávolodjon tőlünk, vagy bizonyos személyek, akik ártani akartak. Tehát itt most mutatom a gyakorlatot. Belélegzés, kilélegzés. Ez volt a gyakorlat, ez segít, hogy meglegyen a belső nyugalmad. És most megnézzük azt, hogy mit üzennek a csillagok. Az indiai számítás szerint a hold a mérleg jegyében van. És a mérleg jegye szimbolizálja a belső egyensúlyt, a harmóniát, tehát ez a gyakorlat nagyon passzol most a napi energiához. Mars bolygó szemben van a kos jegyében. Mars bolygó jelenti az életerőnket. Ez megvan nálunk hölgyeknél is, és el kellene gondolkozni azon, hova fektessük be az erőnket. Itt szemben állnak a hold és Mars, itt tükröződik valami, ezt észrevesszük most a napokban. De kell a belső egyensúly is. Mars bolygó jelenti a férfiakat is, tehát itt tükröződik számukra valami, ezek lehetnek anyai kapcsolatok, hiszen a hold szimbolizálja az anyukát is, de jelenti az érzelmeket is. Itt a férfiaknál tükröződik most valami, és érzelmekről van szó. Mars bolygó és Vénusz bolygó harmóniában áll egymással, hiszen Mars bolygó a tűz elemét jelenti, Vénusz bolygó most a levegő elemét, és a tűz eleme, a levegő eleme harmóniában állnak egymással. Merkur bolygó jelenti a cselekvéseket, a kommunikációt, jól hat ki mindenkire, hiszen Merkur bolygó az oroszlán jegyében, a tűz elemében van, és Mars bolygó szintén a tűz elemében, itt is megvan a harmonikus kapcsolat, Vénusz bolygó a levegő elemében, a hold szintén a levegő elemében, jó hatással van Merkur bolygó a tűz eleméből. Tehát itt érzelmekről, párkapcsolatról van szó, vagy kommunikációról, lehetnek bizonyos szerződések is, mind ez nagyon előnyös. Viszont a nap és Szaturnusz bolygó nincs jó hatással a holdra.
Itt politikai eseményekről és korlátozásokról lesz szó. Húzódjunk vissza ezektől a témáktól. Valahogy érezzük azt, hogy van szép dolog is a környezetünkben, a természet, a család, a hivatás, a párkapcsolat, és élvezzük a természetet, tehát ne a politikai eseményekkel foglalkozzunk, hiszen ezek most félelmeket, bizonytalanságokat váltanak ki nálunk. Az indiai asztrológiában vannak az úgynevezett holtházak. Negyedikén a hold a Svati holtházban található. Lefordítva ez azt jelenti Sva, ami énünk, Áti, ami lelkünk. Tehát itt mindkettő fontos, a lelki dolgok is, és a mi fellépésünk, az önbizalmunk is. Ami fontos ennél a holtháznál, a szabadság érzete. Áttenni magunkat a félelmeken, a bizonytalanságokon, és hogy fel tudjunk végre lélegezni. Ebben segít ez az új jóga gyakorlat. 5. és 6. a hold a Visakha holtházban van, és ez a tűz istenével, a tűz istennőjével van összefüggésben, tehát hat a tűz eleme, a bátorság, a lelkesedés és a lelki kapcsolat. Augusztus 5-én lesznek feszültségek. Hiányzik a víz eleme, ami az érzelmekre utal. Nehéz ezen a napon nyitottan érzelmekről beszélni, hiszen itt lesznek emlékek is, a hold eléri két út, a lefele mozgó kármikus csomót, ami a múltra utal, tehát így felszínre kerülnek bizonyos dolgok, és ez kivált valamit az érzelmeinknél, és így vannak ezek a feszültségek ezen a napon, tehát augusztus 5-én. És az új jóga gyakorlat segít abban, hogy áttedd ezen magadat, és meglegyen a belső nyugalom és harmónia. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderába!